Az aranyhegyesi tót család istálójában évek óta rengeteg füsti fecske fészkel, hiszen itt minden adott a madaraknak ahhoz, hogy az itt töltött hónapjaik alatt jól érezzék magukat. Tehenek meg nekem, hogy hát ne, ha én nem csinálnám a teheneket, nem volna nekik helyik, mert minek jönnének, hogyha nem lenne tehén, nincsen légy, mert ők ugye a tehénnél ott van a légy, meg a szúnyog, ők abból élnek, abba táplálkoznak. A fecskéket meg is gyűrűzték a mai nap folyamán, valamint egészségi állapotukat is leellenőrizték a Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület tagjai. A gyűrűzés közben először is megnézzük, hogy milyen a fajta, ez egy füsti fecske. Utána nézzük, hogy híme vagy nőstény, és a korát is megállapítsuk, de hát ez egy öreg nőstény legvalószínűbb, látszik öreg tojó, látszik a farokhoz sokkal kisebb, és nem olyan fényes, mint a hím. Továbbá mérjük a farokhozt, a szárnyhozt is lehet mérni. A 75 aktív füsti fecske fészekért járó díj, az 1 tonna kukorica pedig már a ma reggeli órákban megérkezett az aranyhegyesi családhoz.